Jó estét kívánok, kedves nézők! Ez itt a Kezdőkör, a Fehérvár Televízió sportos kibeszélő műsora. Lassan véget ér mindenféle szezon, de azért még bőven van téma, akár a fehérvári, akár a magyar, illetve nemzetközi sportot tekintve. Olyannyira, hogy erős a kísértés, hogy akár csak egy hét ezelőtt, akár a mai műsorban is csak futballról beszélgessünk, de nem így lesz, úgyhogy rögtön az elején majd egy... Hát a fehérváriak számára jelenleg ugye nagyon érdekes témát dobok be, de előtte akkor nézzük, hogy kivel beszélgetünk. Ma itt van velem Kaiser Tamás kollégánk, a Fehérvár Média Centrum szerkesztője, akárcsak Farkas Szilárd, és hát Horog László megkülönböztetett szeretettel. Vendégnézés gyanán. Igen, igen. Hát olyan szép egyen feketében vagytok, illetve részben mondhatom, hogy vagyunk, hogy... Tényleg erős a kísértés, hogy kezdjük a Manchester United múltjával és kilátásaival, de ezt majd a későbbiekre tartogatjuk itt a fanklub résztvevőire való tekintettel. Kosárlabdával fogjuk kezdeni, hiszen holnap szerdán elkezdődik a bajnokság elődöntő párharca. Bízunk benne, hogy azért egy izgalmas és akár hosszúra nyúló sorozat. Most a bajnoki... ez az egyenes kiesése szakasznak a hanyadik köre? Vagy az rájátszás hanyadik köre? Vagy hogy van? Ez olyan egyszerű dolog egyébként, tehát nem tudom, hogy nem lehet ezt megjegyezni, hiszen a negyed döntőt, és egyébként ez még az előző adásunk után történt, amikor még csak találgattuk, hogy sikerül-e söpréssel tovább jutni az albának, de aznap este ez ugye megtörtént Sopronban, szerintem erre azért nem sokan gondoltak a két csapat korábbi meccsei alapján. Most pedig hát már kezdődik a bajnoki címvédő Falkó elleni szombathelyi meccs holnap és a párharc. Kezdjük akkor azzal, hogy mennyire volt ez váratlan számotokra, hogy az Alba ennyire simán abszolválta ezt az negyeddöntőt. Ugye egyrészt pályahátrányból indulva most először tudott párharcot nyerni, 20 éves története során, tehát azért nem akármilyen történeti fordulópont ezt lehet mondani. Másrészt pedig hát gondolom a Sopron elleni előző meccsek alapján alapszakasz, középszakaszban 4-ből 3-at a Sopron nyert, nem feltétlenül ezt prognosztizáltuk volna. Nézek Lacira, aki nagyon-nagyon ott van a sportág bugyraiban. Ebben is. Mert a nagyvilágító erén a kéz. Az első meccset nyertük mi ott októberben 12 ponttal, az utolsó három, amit elvesztettünk, mindig 9 ponton belül volt. Bocsánat, az volt az a meccs, ugye, amit megnyert az Alba, amikor ott még Zunic volt az edző nálunk, meg Mihertz, és ez aztán mind a kettő elég hamar megváltozott. Egy héttel később Kaposváron már nem Mihertz volt, és ott már nem Zunic. Valóban, mindig meccs nagyon szoros volt, és belestünk abban a szériában, amikor 13-at nyert a Sopron Zsinórban, és az utolsó hazai meccs a középszakaszban az is egy nyert meccsnek tűnt nekem. De azt nem gondoltam azért, hogy 3-0-as söpréssel fogunk nyerni. Az első egypontos 91-90-es hosszabbításos meccs is nagyon simának tűnt végig. Ott is kétszer vezettünk 10 ponttal, aztán a végén egy valószínűtlen triplát dobott meg, és azt ezzel mentették hosszabbításra, de a hosszabbítás a miénk volt. A második hazai meccs teljesen nyilvánvalóan, és itt a harmadik legutóbbi múlt heti soproni meccs is annyira egyértelműen rólunk szólt, hogy én úgy gondolom, hogy abszolút megérdemelten jutottunk a négy közé, és ott hát is a helyünk. Hát azt annyira lehet mondani, hiszen a harmadik mérkőzés utolsó negyedét 14 pontos soproni vezetéssel kezdték a csapatok, mint hogy egyébként az első mérkőzésen is a hosszabbításban volt, hogy a Sopron vezetett. Tehát nekem egy kicsit úgy tűnik, hogy most így jó felé billent a mérleg. Van a sportban ilyen, hogy éppen olyan szériában van egy csapat, hogy a kétes szitukból jól jön ki, van, amikor meg éppen nem jól. Nem lenne baj, hogyha most ebben benne tudna maradni azért az Alba. Szerintem ami nagyon fontos, hogy egy ilyen söprés után az edzőnek nem kell aggódni, hogy raportra menjen. Ez sakmat. Értjük? Sikerül belevenni. Oda tetted. Ennél azért többet ért Kaiser Tomi kosárlabdához, csak elhatározta, hogy raport Ricsit is behozza a műsorba. Vagy Richard raportot, nem tudom. Igen, vagy, igen. No, hát, vagy raport eszkút. Maradva a kosárlabdánál egyelőre. De ezentúl Ártánnál hagyod el a határt, nem Kópházánál. Maradva a kosárlabdánál egyelőre, szóval, hogy milyen érzésekkel várjátok akkor az elődöntőt, mert elég egyértelmű, hogy nyilván most a csapatnak jó állapotban kell lenni, úgy pszichésen, nyilván kellően fizikálisan is, mert volt idő rápihenni. Csak hát ugye jön az a Falkó, amelyiket hát tényleg jogosan tekinthetünk azért kiemelkedő erősségűnek a magyar mezőnyben. Az, hogy szerintem szívesen jó állapotban vannak, azt jelzi ugye nyilván a söprés. Én azt figyeltem meg, hogy olyan
szinten legalábbis szerintem olyan nyugodtak voltak, olyan kiegyensúlyozott volt a csapat, és hogy ez most magára a csapat egységre értendő, plusz a vezetőedző mit adott hozzá ebben a helyzetben, ugye, hogy nyugodtan tudta tartani és kiegyensúlyozottan a csapatot, az nagyon sokat fog majd jelenteni. És hát ugye a Falco ellen meg igazán tehát nem kell idegeskedni, mert azért mondjuk ki, hogy ők az esélyesebbek, de hogyha meg tudják őrizni ezt a hidegvért, akkor szerintem nem az, hogy nyert helyzetből indulnak, de biztos, hogy nem lehajtott fejjel mennek a pályára, és ezt így is kell csinálni. Hát ha már ugye a Sopron ellen azt mondtam, hogy a alap, illetve középszakasz alapján a Sopron volt a jobb, ugyanez a Falco ellen is igaz, mert hát volt két egészen sima szombathelyi győzelem, ráadásul az első az itt Fehérváron még az alapszakasz elején, amikor több mint 30 ponttal nyert a Falco, az azért itt Fehérváron nem egy megszokott dolog, elég demoralizáló volt, és legutóbb a középszakaszban már teljesen tét nélküli meccsen egyébként az ő számukra 24-jel verték az Albát, viszont volt a kettő között egy meccs, amit az Alba megnyert Szombathelyen, ugye még az alapszakaszban, elég váratlanul két ponttal, illetve itt a középszakasz elején itt teljesen felforgatott, talán egy légióssal játszó Alba is egy ilyen 5 ponttal kapott ki. Úgyhogy mondhatjuk, hogy benne van ez is az is, de hát alapvetően én nem tudok nem úgy gondolni a Falcóra, mint egyrészt a fél magyar válogatott, másrészt egy eléggé összeszokott erős csapat, úgyhogy nem tudom, hogy bízhatunk ebben, hogy ez a bravúr, ami a Sopron ellen megvolt, az megismétlődik. Hát meg ugye az a nagy kérdés ilyenkor, hogy ugye tényleg az Alba története során először nyert pályahátrányból pár harcot, hogy dobja-e a sors, hogy egyből kettőt nyerjen, mert ugye itt most az kéne ahhoz, hogy döntőbe jusson, és hát nyilván ez a statisztikusoknak, statisztikákat szeretőknek egy ilyen nagy lehetősége az ezen való pici csámcsogásra, hogy most akkor jön-e azonnal a második, elindul-e egy olyan széria, de nyilván itt úgy kell fölfogni az egészet, hogy nem is csak a következő mérkőzésre koncentrálni, hanem az első összecsapás első negyedére kell koncentrálni, és így kell lépésről lépésre haladni. Biztos, hogy nincs könnyű helyzetben egyébként a Falco sem, mert hogyha valakitől igazán félhetnek, az tényleg az Alba, amelyiket, ha megnézzük, és tényleg adott pillanatban, ha éppen mindenki egészséges, akkor egy bárkire veszélyes csapat. És ugye a Falco az esélyes, mindig a Falcótól várja azt, és nyilván beszélünk a BL döntőről is, ahol a Liverpool volt a játékot tekintve az esélyes, de a falakban pedig mégis Madridban volt benn a győzelem. És itt is valami hasonló van egy picit, bár a Falco nyert már, ugye, vagy nyert ugye a címvédőként. Hát de hogyha a falakat említed, ugye a történelemre utal, igen, az Alba egyébként két bajnoki címét az ötből ugye a Falco ellen nyerte döntőben, 99-ben, illetve a legutolsót. Hozzáteszem, hogy ezekben a párharcokban azért esélyesebbnek is számított, mostanra az utóbbi 4-5 évben lett a Falco egyértelműen kiemelkedő csapat. Viszont ez tény, hogy valóban azért teljesen egyesélyesnek nyilván nem mondanám ezt a pár harcot. Ami kérdés, hogy hallgatom ezeket a szakértői véleményeket, most a Déri Csaba mondta, aki ugye ilyen tapasztalt edző, hogy egy pár harcban mondjuk a negyed döntőben, ez a 3-1-jel tovább jutni, az a legideálisabb, mert marad időt pihenni, ugyanakkor nem esel ki teljesen a ritmusból, ha 4 meccset játszottál. Az Alba több mint egy hetet pihenhetett a holnapi mérkőzés előtt. A Falcónak meg ugye ennél azért 3 nappal kevesebb jutott. Úgyhogy a kérdés majd, hogy ez is, hogy ez megjelenik-e valamilyen szinten a meccs képében. Nekem az optimizmusomon táplálja egyébként, hogy a Kecskemét a 7. helyről óriási bravúrral. Szerintem az elmúlt 5 év legnagyobb bravúrja volt, hogy kiverték a friss kupagyőztes Szolnokot. És megérdemeltem. Tehát úgy gondolom, hogy utána néztem a Falcónak, hogy 3 év úgy nyert bajnokságot, hogy nem volt ellenfél. 2 éve március közepén a pandémia miatt a 21. fordulóban meg legangolták a bajnokságot, nem hirdettek bajnokot. 2 vereségük volt, és tavaly a Szolnok ellen... Hát az ott necces volt. Mert az érdekes volt, mert nem maradt a Szolnoknak centere, és ott én bírói segítséget éreztem a Falco kapcsán egyértelműen. De én úgy gondolom, hogy most, ahogy a Szegeden túljutottak, azért egyértelműnek nem volt nevezhető. Tehát otthon nyertek magabiztosan, kikaptak Szegeden. Jobb volt a Szeged, utána nyertek otthon magabiztosan, és ez a hosszabbításos meccs is a Szegednek állt hosszasan. Tehát úgy gondolom, hogy
ez a Falcó nem biztos, hogy az a Falcó, amit láttunk mondjuk az elmúlt három évben, kétségkívül a legjobb magyar csapat, de a kupában is egy nagyon sima vereséget szenvedtek a Szeged ellen, Debrecenben. Tehát én úgy gondolom, hogy verhetőek, és ehhez jött hozzá az, hogy mondom, egy csapat hetedik helyről lehet, hogy döntőzik, mert a Körmend Kecskemét összevetésben nem vagyok abban biztos, hogy az a Körmend az jobb csapat, vagy lényegesen jobb csapat a Kecskemétnél. Amikor Tomi mondta, hogy most ugye kétszer kéne egymás után pályahátrányból nyerni, miután végre egyszer nagy nehezen sikerült, az jutott eszembe, hogy a 2003-ban volt, most már lassan 20 éve, hogy a Körmend a 8. helyről indulva lett bajnok, tehát mind a három párharcban értelemszerűen pályahátrányban volt. Hozzá kell tenni, hogy ott a döntőre már olyan elképesztő lendületbe kerültek, és olyan hihetetlen szurkolótábor őrjöngött mögöttük, ott voltam ezeken a kaposvári meccseken, amikor még a Stojan Ivkovicsal felálló Kaposvárt verték pályahátrányból, hogy gyakorlatilag elsöpörték az ellenfelet. Hát mondjuk úgy, hogy ez a szurkolói háttér, ez az Albának azért nem feltétlenül ilyen erős, de azért bízom benne, hogy itt sokan tényleg ráéreznek ennek az ízére, hogy tényleg akár ezt a Falcót is el lehet kapni, főleg úgy, hogy a tavalyi döntőben, amit Laci említett, úgy kezdődött, hogy a Szolnok elvette a Falcó pálya előnyét az elején, és volt egy meccslabdája azon a szolnoki meccsen, amit végül is nem sikerült behúzniuk. Úgyhogy talán tényleg egy kicsit nem tudom, ezt a kis sporttól talán jobban tudja, hogy a pszichés állapot, amikor évekig te vagy a legjobb, és tudod is, hogy te vagy a legjobb, fenntartja-e azt a fajta tüzet a játékosokban, ami mondjuk az első cím előtt még nyilván megvan. Hát fenn kell, hogy tartsuk, mert ugye már tettünk utalást a Bajnokok Ligájára, az itt is a hétvégén volt, aki ötödször nyerte meg a Bajnokok Ligáját, és hogy ott is egyébként a stúdió beszélgetésben, vagy lett előtte a felvezető műsorban pénteken fölmerült, hogy nem érzik-e úgy a madridi játékosok már, hogy talán kicsit túl könnyű megnyerni ezt a Bajnokok Ligát. Szerintem nem, és ez pont abból fakad, hogy nyilván egy igazi sportoló minden meccset meg akar nyerni, és tényleg itt, hogyha jól fölkészíti az edző a csapatot, akkor tényleg az lesz, hogy az első negyedre figyel, a másodikra, a harmadikra, a negyedikre, és ilyen formán az első meccsre, és minden meccset meg kell nyerni. Igazi sakjátma lesz ez, én azt gondolom. Egyébként viccet félretéve az, hogy adott esetben az első két meccs hogy alakul, utána akkor ki mit visz bele, milyen csavarások jönnek, nyilván egy ilyen párharcban benne van egy ilyen hosszú szezon végén az, hogy menet közben megsérül valaki, ugye mi ezt tavaly pont a Debrecen ellen tapasztaltuk meg, amikor ugye 2-0-ról estünk ki, szóval ez egy érdekes dolog lesz, és én nem hiszem, hogy unják. Egy igazi sportoló mindig nyerni akar, mindig túlszárnyalni az ellenfelet, saját magát, a tavalyi évet. Más ez, amikor az ember egy laptop mögött ül és úgymond játszik, mert ott tényleg egy idő után unalmassá válhat. Ez menet közben nem, hiszen ez egy olyan fizikai, tényleg fizikai létből fakadó győzelem és túlszárnyalás, ami olyan plusz töltetet és energiát ad az embernek, hogy akarja a következőt is. Én nagy köszönöm, hogy a rutin meg az évek ki mellett szólnak. Mondjuk, ha itt egy kicsit átkötöttünk már a Bajnokok Ligájára is, így a Real mit csinált. Nagy bajnokként, vagy sokszoros kupagyőztesként kimenni szerintem azért az egy olyan dolog, hogy igen, két csapat van a pályán, és igen, megint meg kell csinálni, de az a rutin az egy olyan magabiztossággal kell, hogy felruházza az aktuális csapatot, amire ha belegondol esetleg egy nehezebb szituációban, hogy én már kijöttem ilyen helyzetekből, akkor az a magabiztosság át kell és átlendítheti a holtpontokon. Na most ezzel eltemettük az Alba esélyeit, hiszen a Falcót a Real Madridhoz hasonlítjuk, akkor felesleges is ellene lejátszani a mérkőzéseket. Én a Madridnak tartom, most nyilván nem az elmúlt évek alapján, de hogyha azt nézzük, hogy itt a pool volt az esélyesebb, mind játékot, sok mindent egybevetve, tényleg akár játékos keretet, játékos összértéket nézve is, és mégis a Madrid nyert. Én azt gondolom, hogy ebben a párharcban, a Falcó-Alba párharcban a Falcó a Liverpool, ha bizonyos szegmenseit nézzük a dolgoknak, és az Alba a Madrid. Hát igen, hogyha mondjuk a szezon mutatóit nézzük, akkor biztos így van. Egy gondolat még a kosárlabda kapcsán, bár nem tudom, hogy ebből mennyire van rálátásod, talán Laciak leginkább, engem nagyon érdekel a vezetőedző és a csapat kapcsolata. Matthias Szolnerről múltkor eszembe jutott, hogy biztos sokan ezt ilyen Isten kísértésnek fogják ezt a hasonlatot említeni, hogy amikor a
Farkas Sanyi ide került, akkor ő elmondta, hogy őt ilyen kis Napóleonként emlegették sokan, elsősorban nyilván a termete miatt, de ebben benne van nyilván egy elismerés a hadvezéri kvalitásoknak és a győztes csatáknak is. Ő mondjuk úgy tudom nem nagyon szerette, mikor ezt mondták rá, de én ránézek Zollnerre, és ugyanez jut eszembe, ráadásul még egy kicsit ilyen pukkancsabb kiadása lehet mondani, pózol, ahogy áll, ahogy gesztikulál. Egy kis termetű hadvezér, aki ugye ott a nagy embereket próbálja irányítani. És hát elmondta egy interjúban, amit tök jó voltam, úgy elolvastam, hogy nagyon reálisan értéket, hogy ha ez a csapat mindenki, ő magát is beleértve kihozza magából a maximumot, és úgy áll egy mérkőzéshez, akkor tényleg bárkit le tudnak győzni. De hát az a komoly hiányérzete, hogy ez nagyon nagy bakik esetén nem történt meg. Éreztek annyit Zollnerbe, hogy ő lehet a következő fehérvári sikeredző? Én nem gondolnám, tehát én úgy gondolom, a következő szezonban marad. Ha dobogóra lép, akkor egészen biztos. A négy közéjutással is elvégezte a feladatát, amikor idejöttek, vagy csinált egy 11-5-ös futamot. A kupadöntőre nagyon komoly esély volt, úgy gondoltam, amikor a házigazda Debrecent megvertük. Ugyan megverte, imént már mondtam, a Szeged a Falkó, de én úgy gondoltam, azt a Szegedet mi megverjük, sőt, végképp úgy gondoltam, hogy a Kecskemétet is megverjük a bronzmeccsen, ott végképp semmi esélyünk nem volt, az egy 30 pontos meccs. Itt a Sopron ellen az feltétlenül bizonyította, hogy tud nyerni, ha olyan élethelyzet van, és aztán a Falkó ellen. Ha Falkó ellen domborít, akkor biztos, hogy ő a következő szezonban is az alba edzője, de a szerződésében nem láttam bele. A játékosokkal érdekes a viszonya, tehát nagyon hektikusnak meccs szituációkban is az egyik játékossal üvölt, ő visszakiabál, utána kedveskedik, nyújtja a kezét a vojvodának, először nem fogadja, akkor a vojvoda nyújtja a kezét neki, tehát egy érdekes élethelyzet. Nem találkoztam még ilyen erre csapaton belül is, hogy ennyire széles az amplitúdó, tehát az eredmények egyelőre őt igazolják. Hát meglátjuk, hogy lesz-e ő mondjuk a, hát az nem hiszem, de akkor tényleg, ha már annyira szóba került átkötésként, mondom, hogy a magyar bajnokság vagy az Alba Ancelottia. Természetesen a foci BL döntővel folytatjuk, ami az elmúlt hétvége szenzációja volt. De csak 36 perc múlva. Még Rapport Ricsit belekevered? Ne, 28-ban. Érdekesen állhattak a csillagok egyébként szombaton, hiszen ezen a hétvégén inkább úgy mondom, hiszen ugye a Bajnokok Ligája döntő 36 perc késéssel kezdődött, utána jött a monakói nagydíj másnap, ahol szintén egyrészt később is kezdődött, meg még félbe is szakadt, és hát még van egy extrém példa, ezt Tomitól tudom, hogy a túraautó világbajnokságra pedig a gumiszállító nem tudott megfelelő minőségű gumit szállítani, azért elmaradt a verseny, ami végképp nevetséges, azt gondolom az ember ilyen magasságokban. Szóval, hogy ez egy ilyen, ahogy ugye Kis Ádám fogalmazta meg, mintha MÁV szponzorálta volna a BL döntőt, de az egész hétvégére igaz volt. Kezdjük is ott, ti mennyire, nyilván mindenki nagyon meglepődött, de hogy most akkor valami régi rossz köszön vissza, mert azért elszoktuk már attól, hogy kerítésen átugroló, rendőrökkel verekedő, stadiont megrohamozó szurkolókat lássunk, és hát ha nem is fenyegetett az, hogy elmarad a BL döntő, de azért a csapatoknak kétszer kellett melegíteni. Tehát olyan botrány volt Párizsban, amire azért már nagyon régi rossz beidegződéseket hozott fel. Tegyük hozzá zárójelben még, hogy egyébként ha már Franciaország és szurkolók és foci, ugye a hétvégén a Szentetyén kiesett, és berohantak gyakorlatilag rakétákkal lőtték az öltöző kijáratot a hazai szurkolók. Ugye ebben a szezonban a Nizzától 2, a Lyontól 1 pontot vontak már le a francia bajnokságban szurkolói rendbontás és viselkedés miatt. Ugye például Payet volt többször is célpontja ezeknek az atrocitásoknak. Ugye tavaly a foci EB-n is láthattuk, hogy azért voltak, és nem csak az angol szurkolókkal problémák. Én azt gondolom, hogy alapvetően, és erről itt beszélgettem már más sportág képviselőivel itt Bajnokok városában, hogy igen, van az emberekben az elmúlt két év miatt szerintem rengeteg feszültség, és most az, ami történik a világban, hogy elképesztő drágulás van, és ugye ezek a helyzetek mindig egy ollónyitást eredményeznek, hogy a gazdagabbak még gazdagabbak lesznek, a szegények még szegényebbek. Van frusztráció az emberekben, és biztos, hogy volt olyan liverpooli szurkoló, és nem csak liverpooli. Tehát biztos, hogy volt olyan szurkoló, aki azt mondta, hogy
életem árán is bejutok, és esznek te gazdagok, és ott akarok lenni én is, mert ez jár nekünk is. És ugye nagyon-nagyon sokáig a focinak, a sportnak ez volt az üzenete, hogy a sport az mindenki, az olimpia mindenki, a foci mindenki. A hétvégén pont Tölgyesi Balázsral beszélgettem, hogy aki 96-ban ott volt ott, azon az olimpián, ami után ugye Juan Antonio Samaranch, az akkori Nobel-nök is nem azt mondta, hogy ez volt minden idők legjobb olimpiája, amit ő ugye minden egyes olimpia után elmondott, hanem hogy minden idők legkülönlegesebb olimpiája. És az atlantaira mondják azt, hogy az utolsó emberléptékű olimpia, de az első, de az az olimpia, amely elindította azt, hogy igazán üzletként tekintenek az olimpiákra, és valahogy ez a sok-sok összetevő az, ami szerintem visszaköszön abban, hogy ismét megjelentek ezek az agresszív elemek a sport és futballpályák között, mind a mellett, hogy nyilván van egy réteg, aki teljesen mindegy, hogyha Kánaán lenne, akkor is megpróbálna valahogy hogy bejutni. Én ismerek olyan sportújságírót, aki Barcelonába kerítést mászott. Mert még lehetett. Az még egy egészen más világ volt. Az valóban emberi léptékű olimpia volt, igen. Igen. Ma már fölmásznál egy kerítésre, le is lőnek talán. Ebből kerítés 30 métert nem tudnál megközelíteni a kerítést. De itt Párizsban pont ez volt, amit láttunk mi a képeken és fotókon, hogy meg lehetett közelíteni a kapukat, meg lehetett gyakorlatilag karnyújtásnyira, aki oda került, az karnyújtásnyira volt tényleg attól, hogy bemenjen, bejusson valahogy, és ott megbújjon. És most is be is jutott, bocsánat, még csak egy mondat, hogy ugye azt is láttuk a felvételeken, hogy be is jutott, átmásztak a kerítésen, már ez is fura volt, és nem lőtték le őket most képletesen, de miért nem? Azért, mert ott volt két biztonsági ember, aki nyilván nem tud 10 felé szaladni egyszerre, és úgy szaladtak be a stadionba az emberek, mintha a legtermészetesebb dolog lenne, amikor, hogy így is be lehet jutni valahova. Csütörtökön akció van az áruházban. Ami azért furcsa, mert a tavalyi Európa-bajnoki döntőn ugyanez történt, és ott valóban be is jutottak ugye a stadionba. Nem szakadt félbe a mérkőzés, de óriási botrány volt, és tényleg isteni szerencsé, hogy nem történt tragédia. És azt gondolta volna az ember, hogy akkor jön a következő nagy európai futball esemény, hát azért csak tanulnak belőle, hogy azt az egy mérkőzést valahogy úgy megszervezzék. Lehet, persze rögtön mondták is mindenki, hogy ez itt Budapesten bezzeg nem történt volna meg. Ugye a immár Puskás stadion környéke is úgy van kialakítva, hogy még a külső kerítés körül sétálsz, tehát még 100 méterre nem vagy a stadiontól, amikor már jegyet kérnek, rendőrök állnak, rendezők állják útját, hogy egyáltalán a forgókapun bemegy, nem a stadionba, hanem a stadion keringőjére. Nekem is furcsa, hogy ez egy francia országban, ahol Párizs külvárosáról beszélünk, tehát azért nem a legzsúfoltabb részről, ezt nem tudták megoldani. Azt nem tudom, hogy az a frusztráció, tök igazad van abban, és egy régi szép idők sokak szemében, amikor a foci mindenkié volt, amikor tényleg a munkásosztály, a szegényebb réteg ezzel enyhítette a napi keserűséget. Tudjuk, hogy ez most már nagyon régen nem így van, a kiváltságosok sportja lett. Viszont azokban a régi időkben történtek azért helyzettragédiák, meg hizborok több száz halott áldozattal, mert az volt, hogy mindenki a magáinak akarta, mindenki be akart nyomulni, és aztán ugye adott esetben nagyon taposták egymást az emberek. Tehát nyilván ezt nem sírjuk vissza. De az alapvetően nem, tehát hogy nem, ebben a tekintetben nem hoznám ezzel párhuzamba, az egy rendezői hiányosság volt, a rengeteg hamis jegy, és a többi. Hát meg nem gondolta volna, tehát minden tragédiának az a konklúziója, hogy nem gondoltuk volna. Itt a képeket látva én a kettős beléptetést hiányoltam, tehát a Wembley-ben voltam több meccsen, én meggyőződésem volt, hogy nem lehet bemenni, tehát forgókapuk és falak. És mégis valahogy ott egy kordonon áthatoltak és ellökték a biztonságosokat. Tehát a Wembley-nek is, amit én nem láttam, biztos van egy olyan bejárata, ahol viszonylag könnyebben lehet, de én akkor meggyőződésem, hogy nem lehet megcsinálni. Ezt a stadiont felépítette 1997-ben, ultramodern volt, most is kimondottan modern, de nagyon érdekes volt, hogy tényleg egymást rakták felületileg létrákon keresztül, és ahogy azon a zónán átjutott, már benn is volt a lelátón. Tehát ezt hiányoltam, amit például az olaszok megoldottak, rengeteg balhé volt ott is, emberi életeket követeltek, utcai verekedések, aztán sziklát dobtak Katániába, leszették a WC csészét. Robogót dobtak. Tehát olyan dolgok történtek, és az olaszok népi csináltak. Népi folklór megjelent a helyi kultúra. Kényszerben az olasz húzott még egy falat. Tehát egy fal bemész, még egy fal, és úgy vagy a stadionba, az már nehezebb ügy. Tehát ott már van időt felkészülni, amikor az elsőn áthatolnak. Itt Párizsban azon csodálkoztam én is, hogy ez egy viszonylag magas kerítés volt, de a leleményességnek nincs határa. De az biztos, hogy erre nem lehettek felkészülve, hogy... De
Lényegesen többen mennek, mint ahányan bemehetnek, és mindenki megpróbál. Nekem egy kérdésem, hogy ezek után a Puskás stadiont hány meccsre zárják be? Ugye? Tehát, hogy az lesz kiderül. Vagy igen. De várjál, annyi csak még tényleg az utolsó gondolat, hogy és tényleg mi köze ahhoz, hogy 10-100 ezer ember még ott kilódik a kapuknál, hogy nem kezdődik el a meccs? Mindenhol. Azért, mert nagyon sokan voltak a jegytulajdonosok viszont, akik nem tudtak bejutni. Mert ez megakadályozta őket. Azt akarták egyrészt, hogy ne legyen benne illetéktelen, viszont be lehessen az, aki megvásárolta a jegyét. Lehetett látni, hogy még üres szektorok voltak, mert nem jutottak be a jegytulajdonosok. És hogy viszont, ne legyen pánik azok között, akik kint vannak, mert nyilván kifizetsz súlyos euró százakat, ezreket azért, hogy te lásd a Bajnokok Ligát, és egyszer csak ott állsz kint a stadion előtt már, és mit tudom én, fölhalsan Camila Cabello, és tudod, hogy most már mindjárt kezdőrugás van, és pánikba esel, és pont ezt akarták szerintem alapvetően elkerülni, és tényleg, hogyha mérlegre rakod, akkor azt mondod, hogy te figyelj, volt kint több ezer ember, még mondjuk a tévéképernyők, meg több százmillió, aki várt, hogy elkezdődjön, csak az a több százmillió nem halt bele abba, hogy később kezdődött a mérkőzés. Tehát szerintem ez ebben a tekintetben nem volt egy rossz döntés, azzal együtt szerintem óriási blama, rettentő ciki, és igen, én osztom azt, hogy ez Budapesten nem fordulhatott volna elő. Meglátjuk, hiszen lesz Európa Liga döntőnk, és hát nyilván előbb-utóbb majd cél, hogy itt is BL döntő legyen. Hát amiből a Liverpool talán tanulhatna a csapat a szurkolóktól, hogy kell a falat ezek szerint áttörni, mert nekik nem sikerült. És az Courtois át kellett volna kirakni a kapuba, az a beengedő kapuba. Egész BL döntő legnagyobb meglepetése nyilván nem a végeredmény, mert hogyha azt mondják az elején, hogy a Real Madrid fog nyerni, hát senki nem csodálkozott volna. Azzal együtt sem, hogy valóban, ahogy a Tomi mondta, szerintem is a Liverpool a jobb csapat, meg az egész szezon alapján. Én egyébként tényleg azt gondoltam, hogy ez egy sima döntő lesz. Utólag persze már jobban látja az ember, hogy milyen jelek voltak, amik erre utaltak. Ugye a Liverpoolnak ez volt a harmadik döntője a szezonban. Az első kettőben 120 percet töltött a pályán, tehát összesen 240-et, és egy gólt sem rúgott, mind a kettő 0-0-ra végződött. Most volt megint 90 perc, megint nem tudott gólt lőni a Liverpool, amire lehet mondani, hogy Courtois egymagában akadályozta ezt meg, de gondolom mégiscsak ilyen modellen nézve már egyértelmű, hogy a szezon végére az a fajta hatékonyság és élesség, ami a elképesztő támadó gépezettel és agresszivitással rendelkező Liverpoolt amúgy jellemzi, az azért rendesen kopott. És hát ami Ancelotti, aki meg tényleg... Ha kopott, akkor viszont Klopp nem jó edző. Én nem láttam, hogy kopott volna. Kinek, ezek éhesek voltak, mentek, lőttek. Ez olyannyira így van. Lehet, hogyha ezt a meccset elkezdik időben, lehet, hogy ezt a meccset szombaton, vagy miatt pénteken játsszák, vagy vasárnap, de ott abban a 90 percben Courtois ellenállhatatlan volt. 9 védése volt, ami valóban egyedi, és megismételhetetlen, hogy ezt nem mondom, de hogy eddigre ilyen még nem volt. És tényleg van ilyen, hogy egy kapus egymagában. Én csak azt mondom, hogy három döntő, összesen 330 perc rugott gól nélkül, úgyhogy egyébként ugye a helyzetminőség és a várható gól, ez a bizonyos XG mutató azt mutatta, hogy ezeken a meccseken összesen valami 6 gólt kellett volna lőnie a Liverpoolnak. A Real Madrid egyetlen helyzetéből megnyerte a Bajnokok Ligáját. Valójában mit érnek ezek a mutatók? Persze, tök jó, de ha nem rúgja be a csatára a helyzetet, akkor mit ér? Hát nyilván nem a statisztika nyer mérkőzést. Ami tényleg nagyon nagy dolog a Real kapcsán, majd megint előkerülnek ezek a falak dolgok, és hát ott van Ancelotti, aki pedig világklasszisokat igazgatva azt mondják, hogy tényleg az ő nagy tudása az, hogy mindig alkalmazkodik az adott kerethez és helyzethez. Most fölküldött egy védekező Real Madridot, amely gyakorlatilag megúszta a döntőt. Ő is kellett küldeni, mert ugye a Dárdai Pala nyilatkozta talán a mérkőzés előtt valami olyasmit, hogy ha Liverpool nem tud az elején gólt lőni, akkor nagyobb esélye lesz a Real Madridnak, hogy behúzza a mérkőzést. Tehát megint bejött ugye a jóslat, amint már oly sokszor. És az, hogy a Liverpool nem tudott gólt lenni, most egy kicsit el lehet rajta gondolkodni, hogy tényleg, hogy 36 perccel később kezdődött a mérkőzés, ugye az úszóknál vagy bármelyik sportágban mondják azt, hogy megiszom egy fél órával a meccs előtt azt az izotóniás italt, most csak mondok egy-két ilyen kis alapdolgot, vagy bármi, és az pont akkor fog hatni, pont abban a másfél órában leszek tök jó. Lehet, hogy kiestük a ritmusból, csak ugye a másik lehet, hogy Courtois meg miért nem esett ki akkor a ritmusból. De pont beleesett. Beleesett pont a ritmusba, lehet, hogy neki később adnak azt az italt, mindegy. De az, hogy a Liverpool tényleg kidolgozza a helyzeteket, és megvannak a helyzetek, és úgy dolgozza ki őket valószínűleg, ahogy az edző is elvárja, vagy mondta, vagy mutatta a stáb,
és aztán az egyéni hiba, hogy ezeket a helyzeteket nem sikerült gólra váltani. Nem tudom, a Klopp azért azt hittkozta, hogy nem voltak elég jók. Tehát nem az a döntő volt, a Courtois minden védésével együtt, ahol azt érezted, hogy hát most gondoljatok végig, tényleg a Real Madridnak akár a PSG, akár a City, akár a Chelsea elleni párharca sokkal komolyabban benne volt az akó, sőt, konkrétan nagyon komoly kiesésre, meg vesztésre álltak ugye több párharcban is. Ja, itt is benne volt. Itt nem voltak hátrányban, és nem valóban lehet, de... csak Courtois miatt, de szerintem... Volt az első félidőben kapufa, az első negyed órában gyakorlatilag nyomozta a labdát a Real, és tényleg... Hát nem tudta kihozni konkrétan a 16-os. És mennyire unalmas volt az első negyed óra körülbelül, tehát borzasztóan kezdődött. Én majdnem elaludtam, megmondom őszintén. Annyira azért nem volt rossz meccs. Nem, az elej az tök unalmas volt. Annyira nem volt rossz, mint a Róma Feyenoord. Annyira nem. De próbáltak játszogatni, és nem nagyon történt semmi, mintha mindenki egy kicsit úgy túl óvatos lett volna. Nem tudom, Laci, te nem azt érezted, hogy az a fajta gyilkos ösztön azt most hiányzott a Liverpoolból? Tehát megvoltak a helyzetek. Én azt gondolom, hogy tényleg valami hiányzott. Bocsánat, közben szerintem nem hiányzott semmi a Liverpoolból. Ez a Madrid mágia. A gól hiányzott Liverpoolból. Én végig stabilnak éreztem őket, és úgy gondolták, hogy meg is jön az a gól, és a helyzetek meglettek, tehát Mané is helyzetbe került, akkor utána Salahnak volt két elképesztő zicsere, mind a kettőnél gólt mondtam volna, hanem Courtois állott szemben. Tényleg érdekes, nagyon-nagyon jó mondott Ancelotti, hogy ő dolgozott komoly kapusokkal, tehát dolgozott Neuerrel, de valóban Courtois eleve a méret, a számít etárt körben, közel 2 méter magas pali, nagyon gyors, és odaér mindenhova. Tehát itt a kettős faktor, a másik pedig az, hogy Ancelotti tud olyat húzni, amit azért viszonylag kevesen. Tehát Klopp a szemöldökét a tartójára. Félelmetes edző. Ancelotti is például nem bukott meg sehol. A Bayern Münchennél megbuktatta Ribéry és Robben, de ott is aztán a Saint-Germain után olvastam, hogy első évében bajnok lett, és aztán a 8 közé jutásért, a 8-ból a 4 közé jutásért estek ki gólarányal a Barcelonával szemben a BL-ben. Tehát abban a szezonban is lehetett volna a több, és aztán marasztalt ugye a Saint-Germain, de jött a Real Madrid ajánlata, amire nem nagyon szoktak nemet mondani. Bár ugye most itt Mbappé. Volt neki ugye egy Evertonos kitérője, és nyilván az Everton egyébként lehetőségei által behatárolt csapat. Nagyon jó dolgozott ott is, rendkívül jó dolgozott. Nem a Premier League élcsapata, azért az nem volt egy sikersztori feltétlenül az Everton. Szerintem az Everton szintjén az egy sikersztori volt. Egy majdnem kieső élcsapatot felvitt a középmezőnybe, ahol ott is tartotta, és hát megint jött a Real Madrid. Az biztos, hogy Ancelotti valami olyanokat tud meccs szituációban, például a Rodrigo behozatala az elődöntőben, illetőleg elvesztett meccseket tudott megnyerni, úgy, ahol tényleg játékban sem voltak partnerek a 3 angol nagy csapatnak, de mégis azt a picit pluszt hozzá tudja tenni, mert nagyon jó felkészítő edzők vannak. Például én úgy gondolom, hogy Guardiolánál ilyen tekintetben több van a fejébe, mert mondják, hogy túl gondolja, de egy ilyen meccs helyzetekben Guardiola nem tudja megfordítani. Ő a saját szisztémája szerint tud döntően nyerni, de ezeket a váratlanokat ezt az Ancelotti meghúzza. Az az érdekes, hogy manapság, amikor annyira nyitott lett a futball irodalma, és tényleg új kifejezéseket tanulunk meg, jutnak el hozzánk, hogy edzők vannak, akiket valóban a legnagyobbnak tartanak, akikhez bizonyos stílus, vagy játékmód, vagy újítás fűződik. Guardiola hozta be ezt a rettenetes labdabirtokláson alapuló, végtelen türelmesen támadó. Először a tiki-taka, most már azért annál hatékonyabb és direktebb játék. A Kloppnak ez a gegenpressingje, az iszonyatosan erős le- és visszatámadással, az ellenfél folyamatos nyomásalattartásával. Bocs, a gegenpressing atya Ráfráknyik, csak mondom. Jó, oké. És csak ezt az iskolát végezte el Klopp. Igen, azért mondom, hogy csak... Csak azt mondom, csak a kispapír is tudja alkalmazni ellentétben a mesterével. Hát... És... Én ne égessük tovább magunkat, Tomi, szerintem. Hát azt akartam mondani, hogy Ancelottihoz, hogyha megfeszültök, sem fogtok tudni mondani olyan stílus jegyet. De, győzelem. Így van, pontosan. De jó, oké, ezek a nagy szavak, meg a pártosz, meg a tudjuk. Csak azt mondom, hogy ő, mintha mindig azt tudná, hogy a másikhoz alkalmazkodni, a saját csapatának a megfelelőt kitalálni. Olvastam volt, amikor Berlusconi mondta meg neki, hogy már pedig a Milán az 4-4-2-ben játszik, mert itt ez a hagyomány, mert mi támadunk, és akkor azt mondta, hogy jó, gondolom az egyik szemöldökét hátra tűrte a tarkójára, hogy szokta, és akkor úgy játszott a Milán, és akkor a keze alatt a Real Madrid meg megint máshogy játszik. Egyébként még Zidane volt talán, aki... A Juventusnál Zidane mondta meg neki, hogy azt hiszem, hogy 4-3-1-2-t játszunk, ahol ugye Zidane volt az irányító, az egy.
És ja, akkor, tehát ő tudta formálni, tehát és vevő is volt rá, hogy formálja a csapatot a csapatnak a képére, és ne a saját... A saját elképzelései szerint a csapatnak a képére talán ez a legjobb megfogalmazás. Meg tényleg oké, Benzema világklassz és játékos, és valószínűleg ha máshogy nem Messi, legalább Idin odaadja neki az aranylabdát. Ha esetleg ha Messi megint, nem ér rá. Igen, de hogy tényleg, hogy egy Rodrigo meg egy Vinicius Junior, nem, tehát nem ez a szint. Bármelyik másik edzőnél én azt gondolom, és Ancelotti meg pont kihozta belőlük azt, és amikor és ahogyan kell. És hát ugye kedvenc mémem, hogy több, ugye neki már több ilyen győzelmük van, mint Mbappénak, és valószínűleg ez marad is egy darabig így. Hát ha már Mbappé nem volt hajlandó elmenni Madridba, akkor most lehet egy kicsit bánja a végén. Meg hát nem tudom, majd amikor a Paksal, egyszer egy jó Bognár Gyurival összekerülni Ancelotti, azt azért megnézdék. Az MTK-nál. Igen. Jó, hát én az, tehát, hogy... Érdekes volt. Bocsánat, csak ennyit, ez a tipikus eset, amiről többször beszéltünk már, hogy tényleg, és egyébként nyilván a Liverpoolnál is benne van a falakban, de Madridban még egy picit erősebben benne van a falakban ez a BL győzelem. Hát... Itt nagyon apróságokon múlnak, tehát a BL-ben a negyed döntők már annyira tudnak futballozni, ott már tényleg apróságok döntenek. Tehát itt, hogy tényleg valóban jobb ez a Liverpooli keret, de ha megnézzük a Real Madridot, azért az sem rossz keret. Például én Rafael Varane nagyon szerettem, és az Éder Militaót nem tartottam sokra, de hiba nélkül félelmetesen jól futballozott. Tehát a barátaim, amikor vitatkozom, hogy ez nem futballista, az nem. Azért, aki kezdő ember egy Real Madridba, az viszonylag nem annyira ügyetlen. Tehát ezek a parik mindannyian nagyon tudnak focizni. És tényleg itt jött a kapus faktor. Hát ez az Ancelotti, meg az egész Real Madrid lehet, hogy nem tudom, alkalmazkodás a nagyság, hogy említettük ezeket a párharcokat, azzal együtt, hogy a Chelsea, a PSG és a City ellen is komoly hátrányban, olykor kifejezetten lefocizva volt. A Chelsea elleni visszavágó hazai pályán azt se tudták, hol a kijárat. Ott a Tuchel húzott egyet, megváltoztatta az első meccshez képest a játékot, és mégis azt mondtuk, hogy ott Benzema, illetve a Modric és a Vinicius, vagy a becserélt Rodrigo, tehát hogy a támadók két perc alatt elsöpörték adott pillanatban az ellenállást, és akkor jön egy BL döntő, és a kapusod lesz a főszereplő, akiről addig nem is beszéltek, mert egyébként a védelme a Real Madridnak elég gyenge volt ezeken a mérkőzéseken. És akkor jön egy meccs, amit meg lehoz a védelem, illetve elsősorban a kapus. A védelem is, mert ott azért voltak blokkok is közben, közbenyúlt lábak, utolsó pillanatban odaért szerelés, tehát hogy az itt a védelem is nagyot melózott, és szerintem pontosan amiatt, mert tisztában voltak azzal, hogy itt nem elég a 100%-ot hozni ezen a pool ellen, itt 120-at kell hozni, itt tényleg nem szabad hibázni, és itt nyilván azért alapvetően szerintem egy Éder Militao is tudja, hogy nem egy Van Dijk, vagy nem egy Maguire sem szerintem egyébként, hogy ide hozzam magunkat. Véletlenül. Nem fog sikerülni, gyerekek, szerintem hagyjuk a Manchester United-ot itt. Nagyon jó futballista, de hogy amikor, és szerintem ez a, tehát hogy ők tisztában voltak azzal, hogy ha pusztán tényleg PlayStation-nek kell lejátszani ezt a meccset, akkor kikapnak. És ugye ehhez kell az, hogy az a fajta, tényleg vagy az Ancelotti, vagy a stáb, vagy tényleg egyben az egész Real Madrid massza, hogy fölfogd azt, hogy neked itt mit kell letenni ahhoz, és nem elég az, amit tudsz, hanem annál többet kell adni. Hát ennyit arról, amit ugye én nagy naivan és természetesen abszolút költői kérdésként tettem fel, hogy amikor már nyert egy csapat sok mindent, akkor ugyanolyan motivált, tehát tényleg elég volt megnézni Modricot, most nem tudom, hárman, négyen lettek ilyen négyszeres, ötszörös BL győztesek. Szerintem Ronaldónak fájt ez a legjobban egyébként, aki eddig egyedül mondhatta ezt magáról. Például Nacho is ötszörös BL győztes. A Isco, aki ugye most azóta bejelentett, hogy távozik a Real Madridtól. Hát jó, tényleg kalapott le a Madrid előtt, és akkor a következő szezonban megint az lesz az európai élcsapatok célja, hogy majd őket valahogy letaszítsák. Nem sok időnk maradt már a műsorból, arra gondoltam, hogy egy kicsit vidizzünk is olyan értelemben, hogy nagyon nagy a csend a csapat körül. Nem tudom, Lacira nézek, mert azért mindannyiunk közül nyilván ő a bennfentes, tehát még azt is el tudom képzelni, hogy biztos információkkal rendelkezik, ha más nem Paks felől, hogy maradni fog szerintetek a vezetőedző? Nagyon késlekednek bejelenteni bármi is a döntés. Nem sokára egyébként, most ugye május utolsó napján vesszük ezt az adást, felétevel kerül adásba, és június elején újra összejön a
csapat el kell kezdeni egy felkészülést. Hát most nincsenek könnyű helyzetben, mert nincs edző, gyakorlatilag nem hallottunk hosszabbításokról sem. Jó néhány játékosnak lejárt a szerződése, korábbi meghatározók között, ha jól tudom, ötnek. Én úgy gondolom, hogy biztos, hogy nincs még edzője a klubnak. A Salói, amikor legutóbb itt volt vendégségben, akkor mondta, hogy neveket kértek tőle. Egy hatos listával rendelkezett, aztán azt mondta, hogy azt szűkíteni kell háromra, de hogy abban háromban milyen nevek vannak, illetőleg hol haladnak a tárgyalások, ezt nem tudom. Tehát én nem véletlenül ez a csend. Én úgy gondolom, hogy a Mihály Boris szeretne maradni, és őt biztosra veszem, hiszen ő fölvállalta azt, hogy 3 vagy 4 hónapot aláír. Kivitte a csapatot a konferencia ligába, végülis az utolsó meccseket nem szerepelt rosszul, de én úgy gondolom, hogy a Vidinek talán karakteresebb edzőre van szüksége, de hogy ki az, ez nagyon nehéz. A magyar mezőnyben biztosan nincs ilyen edző, aki ezt meg tudja oldani. Hát Bogdán Gyuri elkelt. A külföldi edző kapcsán pedig óriási a rizikó, hogy ez a csapat rövidesen aztán selejtezőt játszik a konferencia ligában. Tehát nem könnyű megtalálni azt a szakembert, illetőleg ha meg is van, akkor is, hogy mennyire lesz elég ideje ahhoz, hogy, mert még egy ilyen szezonnal itt nagyon nem lehet elszámolni majd. Gondolom én is, hogy monitorozni kell itt az utolsó pillanatig, talán még az utolsó nap, még az évféli határidőt is meg kell várni, mert ahogy Laci is befejezte, itt nem szabad még egyszer rosszat lépni. Tehát itt a legjobb megoldást kell most már tényleg kihozni, mert ez így akármennyire hát is Borisnak ugye nem volt olyan rossz itt az utolsó néhány meccse, de nem léphet még egyszer a Vidi ugyanabba a folyóba. De itt az a helyzet, hogy rövid távon jót húzni és lépni, az nagyon nehéz, az egy lutri. Tehát vagy az, hogy fölvállalod azt, hogy hosszú távra építkezel, és akkor hozol tényleg egy olyan edzőt, akivel aláírsz 3 évet, mondjuk egy 2+1-et, és megbízol benne, és azt mondod, hogy figyelj, tudjuk, és lehet, hogy kiesel az első körben, Jerevánban, vagy akárhol, és ezt elfogadjuk, és nem érdekel, és lehet, hogy az első meccsek nem sikerülnek úgy, de adunk neked időt, és hosszú táv. Tehát ez itt szerintem a kérdés, hogy ezt fölmerik-e vállalni, ugye ez nem csak a mai magyar NB1, hát ugye Salet is elmondta itt, meg mások is, hogy azért vannak itt nagyon durva statisztikák, hogy egy edző átlagban mondjuk a Premier League-ben dolgozik, mit tudom én, 17 hónapot, vagy mennyit is, utána 3 évig munkanélküli kis túlzással, tehát ilyen számok vannak. Hát, tehát, hogy nagyon-nagyon nehéz, és tényleg az itt most semmi, jól kell választani hosszú távra, és türelem kell. Az, hogy akit hoznak, az rövid távon, mit hoz, az lutri. Csak akkor ezt így is kell kommunikálni, hogy akkor ezt az edzőt most azért hoztuk, hogy, és lehet, hogy ez így lesz. De hát ha nem így kommunikálják, akkor megint csak az lesz a közvélemény álláspontja. Nagyon speciális és nehezé teszi, és erre Laci is utal, nem csak edző nincs. Tehát ilyenkor arról szokott szólni, ha mondjuk az edzőnél, hogy mikor tudod, hogy benne van a pakliban, hogy lesz edzőváltás, mert például egy idéglenesen szerződtetett edződ van, fél évre nem igazolnak manapság edzőt. Tehát benne van a pakliban. Föl szoktak tűnni ugye lelátón az utolsó fordulókban már az esetleges jelöltek. Valakivel tárgyalnak, lehet, hogy te még nem is ismered, de ő azért megnézi a csapatot. Hát Dárdai Pali többet sem nem is hallottunk, ott volt. De Dárdairól elmondta Salec, amikor itt volt, hogy ő nagyon szeretné, de ő valószínűleg 1-2 évet még kér, hogy külföldön lezárja a történetét. Tehát nem hallottál arról, hogy bárki mondjuk figyelgetné a csapatot, mint leendő edzőjelölt. Ugyanakkor a játékos keretben, ahogy Laci is mondta, emberek szerződése jár le, és nem volt új igazolás. Lehet, hogy a télieket ide kell számolni, mert azok majd nyárra épülnek be igazán, és ilyen szempontból azért van egy viszonylag komplett keret, de nem olvasod, nem látod, nem hallod, hogy bárkivel erősíteni szándékozza a Vidi, úgyhogy ez egy nagyon különleges helyzet, nem emlékszem ilyesmire az elmúlt években. Edzőfronton volt, ugye egy hónapja írták, hogy egy szerbedző jöhet, sőt, ott ugye volt olyan portál, amelyik késztényként is közölte, hogy ő lesz a Vidi következő edzője. Hát nézzétek, Pintér Attila szabaddá vált. És akkor Lazovicsot is vissza lehetne hozni, vezéregyéniséget. Jó, hát lehet, hogy... Laci akart valamit mondani. De az a nehéz ügy, hogy választasz egy magyar edzőt. Jött Márton Gábor, jól dolgozott Pécset, nagyszerűen Zalaegerszegen, kimondotta jó Siófokon, Kaposváron kevés időt töltött, tulajdonosváltás volt. Én is azt mondtam, hogy meg kell próbálni, és kiderült, hogy nem illeszkedik a rendszerbe. Jöttek külföldiek, akikről meggyőződésünk, hogy tökéletesen illeszkednek, aztán nem lett megoldás. És Stöger kapcsán, én a Fradinál biztosra vettem, egy roppant intelligens ember, nagyon jól dolgozott Kölnbe, Dortmundba, Ausztriában, az Ausztria Wiennél, és egyszerűen ezekkel a
kerettel a Fradinál nem tudott mit kezdeni, bár jelzem, játékban szerintem jobbak voltak, mint Cselcseszobnál. Az eredmények sem voltak kimondottan rosszak, csak úgy ítélték meg, hogy nem működik a rendszer. A Cselcseszobnál a vége azért jól, a végére azért kijött. Az utolsó pár meccsen már nagyon jó focit játszott. Nagyon nehéz, hogy magyar vidinél elvetve, a külföldi is hozol egy nagyszerű románt, ó, román, hát mit keres itt, meg mi nem szeretjük. Rahortnak van kapcsolata most. Hozol egy szlovákot, megint nehéz a helyzet, hozol egy horvátot, valószínűleg elfogadják, csak egy horvát sikeredző akar-e Magyarországon dolgozni. Tehát túl azon, hogy a magyar csapatok ott vannak, mert nemzetközi kupába válogatottunk, folyamatosan világverseny szereplő. Azzal együtt a magyar futballnak az a fajta rangja még mindig nincs, hogy ismert edző szeretne idejönni, a többi pedig ismeretlen. Jó, meglátjuk, mivel az adásidő itt járt le, nem elképzelhetetlen egyébként, hogy történik annyi érdekesség a egy hét alatt akár a Vidi házatája, hogy jövő héten tudunk erről beszélni. Jövő héten ugyanis még utoljára ebben a szezonban lesz kezdőkör. Cserpakovics András polgármester ígéretét bírjuk, hogy ő is itt lesz, úgyhogy nyilván a fehérvári sportcsok vonatkozását majd körbejárjuk. Mára köszönöm szépen, hogy itt voltatok, és a kedves nézőknek is a figyelmet, akkor viszontlátásra egy hét múlva. Game.